December 15-én, hétfő reggel tisztelettel köszöntöm Önöket. Az év utolsó teljes munkanapokból álló hete. Remélem kellemesen fogják tölteni. A mai reggel sok helyen, sokaknak sok szempontból nem kellemes. Túsz dráma zajlik Sydneyben. Ha bármi új információnk van ezügyben, azt azonnal megosztjuk Önökkel. És félpályás útlezárás lesz országszerte számtalan gyorsforgalmi úton, bevezető utakon, és a belvárosokban is, Budapesten is, és sok helyen az országban. Erről is beszámolunk. Még helyszíni tudósítást is várunk itt a mai reggelen. És itt van Vadai Ágnes, a DK alelnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Asszony, kezét csokolom. Hozott nekem papírokat, az mindig gyanús, mert ezeket a papírokat általában a vendégek fel is akarják olvasni. Nem. Jó reggelt kívánok! Én biztosan nem fogom felolvasni. Már szeptemberben borzolta a kedélyeket az állampolgárság vásárlás ügye, és most újra előkerült ez a téma. Akkor ugye Ukrajna kapcsán és orosz állampolgárság, most Szerbia kapcsán és így hirdetésben, hogy ugye 6000 euróért lehet venni. Akkor a kormánypárt és annak is a fő nemzeti vezetője, a semmilyen miniszterelnök helyettes úr azt mondta, hogy mindenki, aki ezzel a témával, hogy itt bármilyen csalás történik, foglalkozik, az hazaáruló. Ezt a kijelentést tette. Viszont érkezett hozzám egy levél, ami már akkor szeptember 16-án, amikor ez az Index cikk megjelent, egy tájékoztatás mindenféle járási és kerületi hivatal vezetők számára, ami arról szól, hogy hát a kedves kettős állampolgárságot szerzett magyar állampolgárok egy jelentős része nem beszél magyarul, és ez akkor derül ki, amikor útlevél iránt folyamodnak. De már nyáron is van ennek egyébként egy előzménye, mert itt egy másik dokumentum, ami éppen július 10-i, ami szintén erre a problémára hívja fel a figyelmet. Magyarul, hogy azért itt folyik valamilyen állampolgársági biznisz, és akkor is kell erről a kérdésről érdemben beszélni, hogyha Semjén Zsolt, vagy az összes ilyen képmutató kormánypárti politikus azzal jön, hogy aki ebben a témában bármit fölmer vetni, az hazáruló. Ugye? Az Indexel kapcsolatban is azon a kijelentett, hogy hazáruló az Index. Még az, meg nyilvánvaló, hogy idegen titkos szolgálatok ügynökei vagyunk, de ezt én nagyjából már megszoktuk. Viszont ez annál komolyabb dolog, ugyanis aki magyar állampolgárságot szerez, az automatikusan ugye uniós állampolgárságot is szerez, és én azt gondolom, hogy a mindenkori kormánynak természetesen figyelve a határon túlélő magyar kisebbségekre, feladata az is, hogy kicsit odafigyeljen az ország határán belül élő magyar állampolgárokra is, mert ugye, hogyha föltűnően sok olyan magyar állampolgár lesz, aki nem beszéli a magyar nyelvet, és akkor még a nemzetbiztonsági kockázatról nem beszéltem, mert az egy másik téma, ami szerintem szintén eléggé hanyagul van kezelve, akkor ez egy ponton veszélyezteti a Magyarországon élő magyar állampolgárok jogosítványait. Ez az ügy, ez most konkrétan úgy robbant ki, hogy szerbiai újságok írták meg, hogy 6000 euróba kerül a magyar állampolgárság, és egy szerb férfi nyilatkozott is arról, hogy neki megvannak a szegedi kapcsolatai, tehát ennyi pénzért bárkinek elintézi a magyar állampolgárságot. De az neki itt Magyarországon is valakit le kell fizetnie. Hát ez másképp nem fog menni. Ugye ez nagyjából ugyanaz a séma, mert hogy ugye a korábbi, a szeptemberi, az Ukrajnával kapcsolatos ügyek kapcsán is az volt, hogy itt az Index cikk azt írta, hogy Kisvárda környéki falu polgármestere az, akit ebben az ügyben lefizettek. Na most félreértés ne essék. Nyilvánvaló, ha már ezt a törvényt elfogadták, mert ugye a kettős állampolgárságról szóló törvényt, akkor lehetőséget kell biztosítani annak, hogy mindenki, aki valóban magyar magyarnak érzi magát, beszél magyarul, vannak magyar felmenői, és nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot, az megkapja a törvény értelmében a magyar állampolgárságot. Hozzáteszem, sokuk egyébként nem a magyar állampolgárság sokuknak azért kell, hogy tovább mehessenek, és uniós, lényegében uniós állam, ezzel uniós állam. Jó, de ezt is értjük, és ez is egy érthető szempont. Emlékszünk még a rendszerváltás előtti időkre, ez egy teljesen legitim gondolkodás volt nálunk is akkor. De az, hogy ez pénzért, az nyilván bűncselekmény, az pedig, hogy a kormány és az arra hivatott miniszterelnök helyettes meg, aki ezzel foglalkozik, arra azt mondja, hogy hát ez bagatell, vagy ez hazárul, az meg már egyszerűen ostobaság, mert oda kell figyelni ezekre a dolgokra. De ennek Magyarországon is megvan a rendje. Tehát, hogy állampolgársági vizsgát kell tenni mindenkinek, nyelvvizsgát kell tenni mindenkinek, pont arról szól a szerb férfi állítása, hogy ezeket mind át tudja hágni. Aki ez alapján, a törvény alapján kapja
a magyar állampolgárságot, annak csak azt kell egy ügyintézési folyamatba bizonyítani, hogy ő beszél magyarul. Nem véletlen egyébként, hogy itt van ez a levél, még egyszer mondom, szeptember 16-án pont az Index cikk napján kelt, ami arról szól, hogy akkor derült ki, hogy ezek a jó emberek nem beszélnek magyarul, amikor útlevéllel folyamodtak. És miért folyamodtak útlevéllel? Nyilván azért, hogy tovább mehessenek valamelyik nyugat-európai országba. Tehát már sokkal korábban a kormányzat tudomására jutott az a probléma, hogy itt nem beszélnek magyarul. Mert hogy útlevélért ugye már akkor folyamodik, amikor már megszerzi magyar állampolgár. Tehát akkor egy fázison már túl van. Tehát egy fázison akkor már túl van, tehát valószínűleg ott a rendszerben már valakiken átment az, hogy viszont az illető arról személy is nem beszél. Az Index akkoriban, hogy ez a helyzet, ami kialakult, ez azzal jár, hogy az adminisztrátorok félnek, nem mernek befogadni olyan papírokat sem, ahol viszont valódi a kérelmező személye, és tényleg magyar származású, mondván, hogy jobb a békesség, hogy kicsit furcsa, menjen vissza. De ugye az, hogy valaki beszél magyarul, különösen egy hivatali eljárás, azért a hivatali nyelvezet azért bonyolultam, mint egy átlagos pár. Néha mi is magyarra fordítjuk. Nekünk is nehéz sokszor mondjuk egy űrlapot kitölteni, mert olyan bonyolultan fogalmazok. Tehát azért a hivatali eljárásban ott kiadtak direktívákat arra vonatkozóan, hogy mégis mit kell kérdezni a kedves ügyféltől. De a kedves ügyfél úgy megy át a vizsgán, hogy nem beszél magyarul, és ez már csak az útlevél kérelemkor derül ki, akkor itt azt érzem, hogy itt valami nagyon nagy probléma van, és a kormánynak nem szőnyeg alá kell ezt a dolgot söpörni, hanem igenis foglalkozni kell vele. Arról pedig nem is beszéltünk még, hogy ugye ez csak a nyelvi probléma, a nemzetbiztonsági kockázat az ennél egy kicsit bonyolultabb. Tehát ugye azért itt több százezer kérelemről beszélünk. Most az Alkotmányvédelmi Hivatalnak az én meggyőződésem szerint nincs meg az a kapacitása, amivel valóban ellenőrizni tudja, hogy valaki nemzetbiztonsági kockázata. Az, hogy ellenőrzik, hogy szerepel-e hazai nyilvántartásba, az legkevésbé sem, hogy mondjam, fedi le a nemzetbiztonsági kockázat vizsgálatát. Annál egy kicsit komolyabb vizsgálatra lenne szükség. De hát én azt hiszem, hogy nagyjából csak ez történik. Hát, és nem ez a valós kockázat. Tehát és akkor most hogyan tovább? Mi a javaslatuk? Mit kellene csinálni? Hát valamit kellene? Hogy a kormányzatnak alapvetően át kell gondolni először is a nyelvismeret kérdését, tehát nyilvánvalóan nem lehet azt csupán egyszerű adminisztrátorokra, vagy azokra bízni, akik ott ülnek, mert ahogyan is mondta, félhet, vagy ideges lehet, vagy éppen volt olyan, akit lefizettek. Ott ki kell találni valamit, hogy hogyan lehet bizonyítani azt, hogy ő magyar. A nemzetbiztonsági kockázat esetében pedig azt gondolom, hogy hát sokkal több embert fel kellene venni az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz, meg a vizsgálatra hivatott szervekhez, hogy egy valódi alapos vizsgálat legyen. Hadd hozzak ide egy másik témát, jó? Hétvégén volt egy pártértekezlet az MSZP-nek. Ez nem egy szokásos dolog, talán egy volt pont Gyurcsány Ferenc pozíciójának megingása kapcsán, amikor összehívott egy ilyet. Ez a pártértekezlet most az MSZP-n belül azt volt hivatott tisztázni, hogy hol tart az MSZP, és hogy merre megy tovább. És én erre az utóbbira kérdeznék rá. Ők ugyanis azt fogalmazták meg, Tóbiás József ugye konkrét útvonalat írt le az MSZP tagsága számára, hogy 17-ben előválasztást tartanak, hogy ki legyen a párt miniszterelnök jelölt, és 18-ban a választásra készülnek. Szemben önökkel, akik meg állandóan 2016-ról beszélnek. De még kicsit gyorsabban gondolnánk ezt a kormányváltást, látva az elmúlt hetek, hónapok eseményeit Magyarországon, az igény arra felemegy, hogy kicsit hamarabb legyen kormányváltás. Nagyon sokan már szeretnék, hogy most legyen kormányváltás, de azt gondoljuk, hogy a 2016-ig valamilyen formán meg kell próbálni kikényszeríteni azt, hogy Ne pusztán kormányváltás legyen, hanem ez az egész rezsim távozzon. De megérhet erre a helyzet? Lázár János azt mondta tegnap egy interjúban, hogy ő nem is érti, hogy ennyi megnyert választás után kikben merül fel egyáltalán a kérdés, hogy kormányváltás kellene. Ne, polgárok sokaságában. Orbán Viktor meg azt mondta, hogy megint ugye Szerbiában a hétvégén, egy konferencián, hogy Magyarország példát mutatott az egész világnak, hogy hogyan kell kilábolni a gazdasági válságból, meg hogy bebizonyítottuk, hogy tudjuk az új utat. Tehát a Lázár Jánosra tényleg annyit szeretnék mondani, hogy polgárok sokasága gondolja, úgyhogy nekik így iszonyú gyorsan távozni kéne a kormányzásból. A miniszterelnök úr esetében pedig azt hiszem, hogy a legjobb az, hogyha nem is kommentálom, amit ő mond, mert ő az elmúlt napokban, hogy mondjam, olyan szintre érkezett, ahonnan politikailag hát legalábbis nagyon nehéz visszakapaszkodni. De hogy érkezett olyan szintre? Én sokszor elmondtam, a miniszterelnök és csapata bezárkózott egy
világba, amit saját maguknak legyártottak. Tehát ők azt mondják, hogy Magyarországon nincs szegénység, ők azt mondják, hogy Magyarországon hihetetlen gazdasági fejlődés van, hogy itt minden nagyon jó, és hogy tulajdonképpen nem is értik, hogy miért olyan boldogtalanok a magyarok, nem is mennek innen el, mennyire csökken a munkanélküliség, megvalósítható az egymilló munkahelyük, bezárkóztak egy saját maguk alkotta világba, és úgy látom, hogy nagyon nehéz onnan kitekinteni a való világba, a valódi Magyarországra. A probléma az, hogy ez a bezárkózás, ez azzal a következménye jár, és ezt látjuk itt az elmúlt hetek külpolitikai eseményeit illetően, hogy most bezárják Magyarországot is a Kárpát-medencébe, ami hát semmiféleképpen nem a kiút ennek az országnak. Egy nyitott Magyarországra van szükség, mind belpolitikailag, mind külpolitikailag. Éppen ezért ezt már nem lehet reparálgatni. Tehát ide jöhet az ATV-be a kormányzati kommunikációs atyaúristen, és lehet, nem tudom én, jobbnál jobb ötleteket bedobni. Teljesen nyilvánvaló, hogy az ország polgárai azt érzik, hogy nem csak, hogy rosszabbul mennek a dolgok, hanem hogy kilátástalan a helyzet. Tehát, hogy már most a reményt se látják arra, hogy a mostani kormány az valami olyat tenne, amivel nekik egy icipicit, vagy ha nem nekik, akkor legalább a gyerekeiknek egy icipicit. Szóval ők változatlanul azt mondják, hogy most vagy 16-ban, és nem 17-ben előválasztás, 18-ban majd rendes. A demokratikus koalíció álláspontja az, hogy fel kell gyorsítani a kormányzásra való felkészülést, és a lehető leghamarabb ki kell kényszeríteni az előrehozott választásokat, mert ha ezen az úton megy tovább Magyarország, akkor egyrészt végérvényesen bezárkózik ide a Kárpát-medencébe, barátok és szövetségesek nélkül marad, és hogyha ha így bezárkózza, vagy bezárja tulajdonképpen Orbán az országot, akkor ezzel elvág minden lehetőséget a magyar polgárok elől, azt pedig azt gondolom, hogy már az amúgy is katasztrofális helyzetet csak tovább mélyíteni. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.